Szociális demokrácia 10 pontban. Az MSZP párbeszéd miniszterelnök jelöltje Karácsony Gergely többek között átfogó béremelési programot, 13. havi nyugdíjat, mindenki számára elérhető színvonalas egészségügyet és rezsicsökkentést is ígér az áprilisi választás után. Karácsony Gergely, az MSZP miniszterelnök jelöltje Egerben ismertette az MSZP és a párbeszéd közös választási programját, ami a szociális demokrácia nevet viseli. Véleménye szerint az egészségügy és az oktatás kérdésére kell a legnagyobb figyelmet fordítani. Ahogy fogalmaz, elindította a csendes forradalmat, ami nem más, mint az emberi tőkébe való befektetés. Az országnak jól képzett szakemberekre van szüksége. Azt is elmondta, hogy a kormányváltás érdekében már létezik valódi baloldali összefogás, amiben főszerepet az MSZP játsza. Az MSZP, a párbeszéd, a liberálisok és a demokratikus koalíció között van megállapodás. Vannak még kisebb pártok, az LMP, akivel mi nagyon szívesen megállapodnánk. A mi ajtó nyitva van, tehát nyitottak vagyunk arra, hogy egyeztessünk, és a lehető legtöbb helyen mindenki számára világos legyen, hogy melyik jelölt a legesélyesebb. De én azt gondolom, hogy ha pártok sokat teketóriáznak, akkor a szavazók megoldják helyettük ezt a problémát. Karácsony Gergely kijelentette, Orbán Viktornak ő az egyetlen esélyes kihívója április 8-án, nem Vona Gábor, aki váltogatja elveit, hiszen radikális jobboldaliból demokratává vált.